Köszöntelek benneteket, szeretettel. Mai egy érdekes nap volt, mert olyan témák voltak, ami kedvenceim, mint az egészséggel kapcsolatos dolgok, meg egy kicsit a Kárpát-medence területével kapcsolatos dolgok, azok igen kedvenc témáink, főleg az utóbbi időben, utána látogatni is fogjuk, és jövőre is intenzíven fogjuk látogatni, tehát ebből adódóan ez kiemelt a Kárpát-medence, meg azon túl a területek. Tehát, hogy milyen jelentőség, milyen fontossága van, az szerintem jövőre mindenki számára egyértelmű lesz. Picit viszont másról beszélnék, és az utolsó videónál, ahol én jeleztem egy témába, hogy az embereknek a félelmét próbáltam rövidebben, ezt a végén hosszabban sikerült vázolni, mi okozza. Aztán volt, aki azt érezte, hogy neki nem, ő még nagyobb félelme van, de mitől? Én ezt magyaráztam el mindenkinek, hogy mindig arra kellene figyelni, hogy azok a dolgok, amiket hogy nagyon súlykolnak ránk, hogy ezt itt tedd, szól is meg saját magadon belül, vajon miért? Vagy ki kérdezi ezt? Ugye azt mondja mindenki, mert mindenki azzal kezdi, hogy hát én a jó Istenbe hiszek, meg mindenben, csak hát a cselekedetek azt mutatják, hogy nem tudom, hogy melyikbe. Tehát melyik jó Istenbe hisz, mert olyan dolgokat kezd el utána magába megélni, amit biztos, hogy nem jó Isten eredetű, hanem inkább valamilyen befolyás van. És ez a befolyás a mostani időkben, ez határozottan lehet érezni, egyre erősebb. És azt is viszont érzem, és lehet, hogy ebben nem leszek egyedül, aki már érzi, hogy egyre több ember kezd arra rádöbbenni, hogy igazából tényleg a saját útját kéne járni. És az a legegyszerűbb módja, ha önmagad lekérdezed. Ezt volt, aki nem értette, hogy mit értek én az alatt, hogy tükörbe meg tudod magad kérdezni. És nagyon egyszerű pedig nekem erre a válasz, azért, mert tükörbe önmagaddal vagy szemben. És nem szembenállás jelent, hanem saját magadat nézed, és miközben a tükröt nézed, és fölteszel egy kérdést, az alatt azt is meg fogod érteni, hogy a válasz számodra mit jelent. Ott fogod magadon látni. És ha jól megfigyeli valaki magát, akkor az a válasz, amit ő akkor megkap, ott fog megjelenni rajta, hogy megnyugvás vagy feszültség. És azért érdekes a tükör, mert a tükörbe csak én kommunikálok önmagammal, viszont azt a kommunikációt a felső énemen keresztül kiadja át. Hát közvetlen a forrás. És hogyha valaki ezt már megérti, hát pedig miért te érteni meg? Mert mindenkiben ott van a forrásra való kapcsolat, ezt hívják megérzésnek, sugallatnak, intuíciónak. Akkor már nem is kell tükör, mert az élet minden területén tökéletesen működik. És most van az az idő, az már egy pár éve ez tart, amikor elengedhetetlen, hogy magad kérdezz meg. Ez az elmúlt években más markásan megjelent, hogy mekkora hiány volt az, amikor elengedted a választ magadba, az érzésedet, hogy nem kéne ezt, nem kéne azt, nem kéne ráhallgatni arra, amit éppen nagyon ajánlanak. De ezt le lehet tesztelni, hogy ezt folyamatosan készítik elő azokat a számodon nagyon nem pozitív dolgokat, olyan dolgokkal, ahol például egy reklámban téged fölkészítenek arra, hogy fogadd el úgy, hogy ez mind neked van és érted van. És az egész életünket átszövi a tukmálás. Mindent ránk akarnak tukmálni. Hogy ez azért van, mert ez a bizonyos jár neked. De kérdezem, hogy ha nekem minden járna, akkor hogy alakulhat ki, hogy semmi sincs rendben? Tehát az veti föl, és a gondolkodó ember mit jelenik meg, és ha már nagyon úgy tudja ezt a dolgot végig gondolni, maga végigfuttatja, hogy hát ha minden nekem jár, meg mindenben rólam gondoskodni akar valakik, vagy valakik, ez csoportok kezdve bárkinek hívhatod, akkor miért van az, hogy mindent idővel egy újabb ajánlattal kijavítanak az előzőhöz képest. Tehát ez már nem jó, az végig is rájöttünk, hogy nem jó, de igaz, hogy te letöltötted azt a
azt a gondolatot, hogy az neked kell, és te éltél vele, és használtad, és fogyasztottad, és elmentél oda, és hittél benne, és itt jelenik meg a hited, hittél benne. Aztán ugyanaz, aki neked ezt ajánlotta két év múlva, vagy x év múlva, elkezdi mondani, hogy már ez egy új, ennél sokkal hatékonyabb, akkor kérdezem, kísérleti alany leszek, vagy tényleg segíteni akarnak? De miközben ő elmondja nekem az az ajánlat elő, és most csak így hívom, és pedig ez ugyanaz a csapat, hogy ez megint értem van, és ez jobb, akkor megkérdezem én a közbenső időben, miért nem szólt, hogy mértékkel? Miért nem szólt, hogy óvatosabban? És hogy lehet az, hogy most már mindenki számára szinte kiveri a szemét, hogy az egész élete tele van tolva olyan dolgokkal, amit jobb lenne, ha kerülne. Miért van az, hogy ez a bolygó úgy néz ki, hogy bárhova lépsz, bárhova mész, először a szennyezés van. És itt nem arra a szennyezésre gondolunk, amit a hétköznapi értelemben használunk, hanem úgy az energetika, úgy az elmédet, úgy a fizikai állapotodat, mindent szennyeznek. Azért, mert rá lehet szoktatni, és az emberiség nagyon rá van szoktatva, és itt jelenik meg az a nagyon érdekes, és most már szerintem markánsan benn van a probléma, hogy a fiatalok már szinte életszerűen el is fogadták ezt a szennyezést. Tehát nekik ez jó. Tehát nem úgy fogják használni, hogy a Matrix, hanem mint életmód ez jó. Nekem mit számít, hogy van ez másik is, meg nem, hogy az irányított, jó ez az irányított. De hogy mihez képest, azt már nem is érdekli. És ez egy igazi probléma, mert az ő életük, ha ez most 10 éves, vagy 20 éves, az közel se biztos, hogy olyan állapotban lesz, mint amilyenben van a szülő 40-50, vagy a nagyszülő 60-70-80 évesen. Hisz minél idősebb ma valaki, annál kevesebb ajánlatot tettek az életében, mert abban az időben még nem voltak ezek a lehetőségek. És sokkal inkább közelebb voltunk a tiszta valósághoz, és meg tudtuk ítélni, hogy valami jó ízű vagy nem jó ízű. Ma megmondja nekem valaki, hogy mi annak a gyümölcsnek az íze ma, ha meg akarsz, hogy belearadsz egy almába, akkor már nem hogy a fajta alapján sem tudod megítélni, tök mindegy, mivel arra szóval semminek nincs semmilyen íze. Tehát mihez szoktatnak hozzá? Csak ahhoz az illúzióhoz, hogy edd meg azt, amit megszoktál, de idővel majd ezt is kivonjuk, mert itt lehet látni, hogy már ez a Kárpát-medence úgy, ahogy van, elaszályosodott, elszáradt. Tehát idővel ez is ki kell vonni. És egész véletlenül megjelenik az a kultúra, amit itt nem terem meg, nem majd behozzuk neked, nem kell ezen gondolkodni, mert mi mindig érted vagyunk, mert csak érted vagyunk. És akkor fogyaszd azt. Az más kérdés, és ma adtunk választ, hogy semminek se íze, se számodra hasznos tartalma nincs, de kitölti azt a szerepét, hogy fogyasztottad. És itt jelenik meg, hogy egy végtelen fogyasztóvá tették az embereket, és ez nem csak az élelmezésében, hanem a hétköznap minden részében. Fogyaszd el, ne törődj vele, hogy az kell neked, szükséged van rá. Ha valaki megnézi, és ha azt tudja mondani, hogy ő le tud úgy tölteni egy napot, hogy nem kerül abban a helyzetben, hogy valamit vennie kell, mert muszáj, most nem vettem már rég valamit, vagy muszáj vennem ezt, vagy hú, az láttad, és akkor már ott vagy benne, ezt nekem kell, ez. Ha meg tud egy ilyet már valósítani, az már egy nagyon jó pillanat, az egy nagyon jó nap. Mert gondoskodnak folyamatosan, ha nézitek meg a filmeket, állandóan megszakítják. Tehát mindegy, hogy mit nézel, hogy milyen formátumot nézel, megszakítják valamivel, hogy a figyelmedet egy, eltereljék abba az irányba, amit akarnak, kettő, megszakítsa azt a gondolkodást, amiben hirtelen belekerülhettél, mert azt nem akarják, hogy végig gondolj, csak egy picit időz benne. Nagyon, nagyon hiányzik az, hogy az emberek lecsendesedve, nem meditálva, hanem csak lecsendesedve. Átgondolják, hogy ők ki. Erre te semmilyen reklámot nem fogsz kapni. Semmi utalást nem fogsz kapni. Viszont most már egyre többen beszélik, hál' Istennek, én látom a videókat,
hogy igenis előkerült ez a téma, hogy igenis rendkívül fontos, hogy megértse valaki, hogy keresse meg azt, hogy ő ki. Mert ha ő tudja, hogy meg fogja tudni, hogy ő ki, akkor ő már nem biztos, hogy rá fog harapni olyan dolgokra, amit szeretnének rátukmálni. És én ezt látom, hogy egyre többen kezdik ezt keresni. És ez nem kerül pénzbe, ez nem kerül semmibe, ez egy szándékba kerül. És az a bizonyos tudatalattid, amit totálisan bombáz a mai világ, úgy felhasználva a technológiát, mint egyéb ideológiát, és ugye azt említettem, hogy a jobb vagy féltek tudatalattid, az ott van a teremtővel online. Abban pedig itt van a jelenlegi világodban. Hát nem a teremtőjét tudja kiszedni, az lezárta. Az le van zárva. Nincs kapcsolatod most hirtelen vele. Az intuíciód az egyetlen, amit tudna a kapcsolatod, de az meg nem élet. Azt nem engedik élni, mert ha az intuíciót engedik élni, akkor abban a pillanatban vissza is tudnak kapcsolni. A baloldali nem fölösleges, a baloldali bele tud menni azokba, amiket kapsz itt az életben, a kihívásokat. Akár ajánlatba, akár ilyenbe, akár a saját egódba, akár a saját megvélettetésedbe, minden, ami ide való. A kettő igazából akkor jó egyensúlyban van, mert a jobb agyféltekéden, az a jobb oldali tudatalattid, az mindenképpen segít abban, hogy azért te tudjál dönteni, és jól. És itt vannak azok a bizonyos döntések, amikor eljut valaki, hogy tanulj meg először például dönteni. Hány ember nem vállalja fel a döntést? Hány ember? Mert a döntés, te benne vagy te. És az igazi döntés nem az, hogy én valakit megkérdezek, hogy mit döntsek, hanem azt mondod, hogy végig gondolod. Elmondhatod, hogy mit fogsz dönteni, de nem ő befolyásol, mert te végig tudsz menni. Itt az a gond, hogy ki van kapcsolva a jobb oldali. A jobb oldaliba nincs kapcsolatod, le van kapcsolva. Az direkt van a kapcsolva. Hát ez a Mátész egy legnagyobb problémája. Egyik legnagyobb problémája. Szerinted az embereknek a 80%-a egyáltalán tudja azt, hogy Matrix? Volt egy film alulról. Egy ami sci-fi. Láttam, jó volt. De azt hiszem, mint a több része lett volna. Mai napi tananyag. Szoktam emlegetni ezt a piros kapszulát, a kék kapszulát. Ott volt először bemutatva. Tökéletesen bemutatták. Tökéletesen. Vedd be a kéket, és tovább jó az illúzió. Tovább jó a Matrix. Fogja neked mutatni azt, ami így jó neked minden, ahogy van. A kék kapszula az így jó minden, ahogy van kapszulája. Minden így jó, hogy van. Tényleg így jó? Úgy látszik, hogy nem. Beveszed a pirosat? Filmben elmondják egy percben. Ki tudod fejteni hosszabban is magadban? Ja igen, akkor jön egy felismerés, hogy akkor, hát akkor igencsak mélyre elrepülsz. Igencsak sok mindent hagytam, igencsak sok mindenbe belerángattattam magam, igencsak sok mindenbe eljutottam oda, hogy hát ez is egy csalódás, az is egy csalódás, kiderül, az is ugyanaz, az is ugyanaz. De egy jó dologa van benne. Fölébredsz, hogy ki tudsz jönni belőle. És el tudsz oda jutni a saját akaratodból. Ezért mondom mindig, hiszen sokan is mondják, hogy soha senki senkit nem ment meg, mindenki önmagát menti meg, vagy teszi tönkre. Az, hogy rásegítenek, az egyértelmű. De hogy te abból ki tudjál jönni, abban rásegítő nem fog segíteni, csak az, hogy bekerüljél. Mindig egy irányú utca, beletolnak valami bajba, problémába, nehéz helyzetbe, élethelyzetbe, abban nagyon nagy sok segítőd van, de az, hogy ebben kisegíteni, hát nagyságrendben kevesebb lesz a szám. De az igazi szám mindig az, hogy te akarsz-e kijönni, meg akarsz-e gyógyulni egy állapotba, ki akarsz-e kerülni egy élethelyzetből, ki akarsz-e kerülni egy problémahalmazból, fölismered-e azt, hogy az te életedet neked kell élni, és nem más éli, és a te életedet nem másoknak éld el, hanem önmagadnak gyönyörűségére, amit majd megosztasz. Tehát itt ez egy hatalmas különbség, hogy úgy élem le az életemet, önmagam gyönyörűségét keresem benne az életemnek, önmagamnak a fejlődését, de a legnagyobb felismerés ezt írja fölül, még nagyobbra emeli, azonnal meg szeretném osztani, hogy legyen részed. Legyen részed az a felismerése, hogy elmegyünk egy helyre, és ott ez meg ez történik. Nem az, hogy félrehúzódik, hogy oda ne,
Nézzétek meg, mi a világ legnagyobb rákfejéje? Ez az elrejtem. Ez a titkolózás. A titkolózás mindenbe problémát fog hozni. Az élet minden területén problémát hoz. Nehogy azt hitt, hogy az élet legnagyobb gondjában nem hoz van. Titkolózik a világ. Titkolózik a világhatalom, titkolózik minden, titkolózik a vezetés, titkolóznak a vallások, titkolóznak a különböző olyan szervek, amelyiknek, mit tudom én, az lenne a dolga, hogy a tudás segítse. Nem elzárja. Hermetikusan lezárja, hogy oda se férjen. Majd csak a beavatottak. Na de hát a beavatottat eleve úgy lesz beavatott, hogy fogadalmat teszel, hogy titoktartásod van. Tehát ez mindig egy ilyen nagyon-nagyon rejtett, okkult világ, amiben soha nem fogod megtudni, hogy igazából ha megosztanád, akkor szembesülne az, akivel megosztod, hogy amiben te vagy, az igazából neki is marha jó, az neki is öröm. Ha elmegyünk egy útra, és én elhúzódok oda, ahol jó dolgok vannak, és ha elmondom, mi van, akkor te neked jó lesz. Nem, az az igazi, hogy azt mondom, hogy volt egy jó, elmész oda, elhívlak, kihívok, mindenkit kihívok, mindenki legyen rész, és akkor lesz egy jó. Nem az a legnagyobb öröm, amikor mindenki belátsz valamit, hogy ú, ez jó volt, ú, menjünk oda csak, ú, mint a legutóbbi úton, mikor megyünk vissza, ne is menjünk haza. Nem ez volt? Ne is menjünk el. Tehát megcsináltam van úgy is, hogy elvonulok, és akkor elmondom, majd itt föl, beülök, elmondom, egyedül nem kell senki ide, elmondom, hogy voltam ott, és képzeljétek el, meg így, nézzétek meg, a rejtett világ nem így dolgozik. Még annak is a 110%-ét mondja el, annak a rejtett dolognak is. Azért mondja el valamilyen szinten, minden ilyen szervezet, minden ilyen társaság, hogy ő valamilyen szinten megkülönböztetést kapjon. Figyelmet kapjon, vagy tiszteletet akar kivívni. De hogy lehet tiszteletet kivívni, amikor mindent rejt előttem? Tiszteletet azzal lehet kivívni, amivel az én életem sokkal jobb lesz, sokkal több dologra tanít engem. Amikor jobban kiegészítem a napomat. Hát azzal van le tiszteletet. De azzal, hogy ha megosztok neked valami, de tovább ne érdeklődj. Én számtalan olyan dolgot láttam, ahol mondja valaki, hogy kérdez, és utána, amikor vége van annak a dolognak, annak az eseménynek, vége van, oda se lehet menni hozzá. És olyan felhordja az orrát, hogy egy szaros kalóval nem lehetne föltámasztani. Fönn volt minden. És akkor de előtte elmondja, hogy közvetlenség van, meg szeretet van, meg elfogadás van, meg minden. Kérdezzetek, amíg veszi a kamera. És amikor már nincs, amikor már nem a külsőség van, akkor megjelenik az, ami jön belül. Zárt világ. Nagyon-nagyon sok az probléma, hogy az emberek keresők, de ahol kérdeznek, ott nem kapnak választ. Én azt hirdetem, hogy keressünk együtt. Keressük együtt a választ. Menjünk együtt ki egy helyre. Menjünk együtt válaszoljuk meg dolgokat. Mert sokkal-sokkal több információ fog érkezni, mert minden válasz halmozottan meg fog jelenni a térben. És minél többen megyünk, az a tér annyira erősebb. És miért van az, hogy leginkább a titkos társaságok tartanak attól, hogy ki ne tudódjon valami, és nem feltétlenül azért, mert borzasztó dolgokat terveznek ellened, hanem mert megszűnik az image, megszűnik az a rejtett értéknek tűnő valami, és onnantól azt fogod tudni, ha megtudod, hogy hát igazából ezt a tudást valahonnan vették, és annak egy töredékét használja ő is. Mert minden titkos társaságot olyan célra alakítanak, olyan entitások, olyan körök, aminek az a feladat, hogy a titkos társaság is kap valami többletet, de hajtsa végre azt, ami neki a feladata lesz. És végre fog a hajtani, mert az ember elméje úgy van kitalálva, és azt a bukos említettem, hogy ha jól megfizetlek, vagy jó lehetőséget adok, akkor te képes vagy a másik életét is olyan helyzetbe hozni, hogy egy szenvedés legyen. Erre hoztam föl legutóbb azt a munkakört is. Ha nem vállal el valaki olyat, ami a másiknak problémát okoz, akkor elmondhatják, hogy valaki, de mondom, ha nem vállalja el. Nem az, hogy úgyis találunk rá valakit, mert az úgyis találunk, ez nem másból adódik, mint olyan élethelyzetet teremtek, ahol létszükséglete lesz valami bevételhez, mert nem bírja fizetni az életét.
De előtte mit csináltunk? Megcsináltam azt az élethelyzetet, hogy elvállalja biztosra, mert tudom, hogy úgyis elfogja. És akkor onnantól ő az, aki végrehajtja azokat, ami neked gondot okoz, problémát okoz, ő azt hiszi, hogy jól él, mert meddig él jól, amíg hozza ezt az elvárást. És én azt érzékelem, hogy mindig az emberek elvárásért képesek bármit tenni. És a csoportokat, amikor látom, és én írtam is az egyik csoportban, hogy minek alakul olyan, ahol csak bírálják a másikat, vagy találnak egy videót, akár az enyém, akár kiét, tök mindegy, és arra képes összeállni, hogy azt elkezdi ízek leszedni, és akkor azt nevetségesen meg kifigurázni. Nem egyszerűbb lenne az, aki ezt csinál, ő is egyet? Nem egyszerűbb lenne? Hát csinálj egyet. Nem egyszerűbb azt mondani, hogy figyelj, nem így gondolom, leülök és csinálok egyet abban a témában. Örömmel hallgatom meg, mert lehet olyat mond, ami nekem nem jut eszembe, vagy ő már messzebb van abban a témában. Hát én örömmel meghallgatok mindenkit. De az, hogy valakik arra találjanak összefogásra embereket, meg csoportokat, hogyha kifigurázzanak, meg állandóan csak a kritikát mondják, csak igen, de, meg a de, meg a de. Én ezért csodálkoztam, amikor elkérdezett tőlem, hogy mi volt a legutóbb az, ami félelmet kelt. Azt, hogy szembesülsz azzal, hogy így éled az életedet, hogy hiszel, remélsz és félsz, az egy szembesítés volt. Aki azt mondja, hogy nem így él, az meg nem félhetett ettől. Annak nem volt ez negatív. Miért? Különböző hitekben vagy benne, hogyha te így élsz, és akkor ezt megmondod magadtól, meg aszkéta vagyok, meg ez vagy, meg lemondok erről, meg arról, és akkor majd neked minden jobb lesz. Már ott nem látszom, hogy az egészséged jobb. Már ott nem látom, hogy a gondolkodásod jobb. Már ott nem látom, hogy az érdeklődésed. Már ott nem látom, hogy az élet hosszod jobb lesz. Ott nem jelenik meg a végén a félelem? Hát hogy a fenében nem? De az egész életedbe betölti, aki ebbe benne ragad. Mert azért kapcsolódik rá, mert fél attól, amit mond. Megteremtetik neked már fiatal korodban azt, hogy féljél az idős korodtól, ha az bekövetkezik. És ezt tudod, hol teremtődik meg? Tudat alatt. Arra operálnak rá. Megteremthető, hogy te féljél, mondok egy példát, jelentkezel egy munkahelyre, egy munkakörbe. Még be se lépsz, de már otthon megteremted, de igen, de milyen lesz, ha rossz lesz a vezetőség, rossz lesznek a kollégák, vagy ha nem fogod bírni, vagy ha mit tudom, mi. Tehát még nem is voltál ott, megteremted a jövőt. Már másnapra megteremted, hogy nekem mikor sem volt. Érted? És ez csak egy pici, ez csak egy foglalkozás. Nézzük meg egy nagyobb élethosszat. Nézzük meg nagyobban. Ez egy komplet életet lehet élni így. És ebből adódik, hogy a félelem megszüli azt, hogy elmagányosodás lesz. A magányosodás az nem azonos, és ezt én már régóta mondom, nem azonos az egyedül léttel. Egyedül lenni mindenkinek rendkívül fontos és ajánlott. Mert egyedül akkor csak te vagy. Nem gondokkal vagy, te magaddal vagy. A magányos ember ott van a zsák utcába, se az örömét, se a gondját nem tudja megbeszélni, mert magányban van. De mi tette magányossá? Hát az az út, amit rávettek, hogy járj be. És általában, akik ráveszik, azok is magányosak. Én nem egy ilyen társaságot tudom jönni. Én nem egyet tudom. Rohadt el magányos vagyok. Mindegyik. És ebbe a vallások, vezetők, mondjátok, nem mondja, hogy senki nem hallott erről. Vezető. Ahol már eleve vannak olyan gyülekezetek, ahol nem is mehet oda házasként. Hogyha elválik, akkor már nem kitagadják. Tehát, mit tudom én, rájönnek egy élethelyzetben, hogy mégse egy az útuk, hát mi a gond ezzel? Nem egy az úton. Figyelj, van ilyen, rájött az egyik is, meg a másik is, hogy az életfeladata itt most elválik, megbeszélik. Ettől még nem kell utálják egymást, elfogadás van, nem? Törvényszerű, ha házasok valaki is elválnak, akkor azok összeugranak? Nem.
De így van, megcsinálva, hogy azután a gyűlöletes személy lesz. Az, aki szaladgáltál évekig. Az utána gyűlöd, rohadjál meg, mindent mondasz. Rá gondolsz, kiráz a hideg. Miért? Akkor, mikor megismerted, és utána azokban az években, ezek hol voltak? Mi teremtette meg ezt? Egy másik probléma? Hát a probléma az, az jön mindig. És amikor az van, hogy ott el vagy magányosodva, egyedül vagy, úgy, hogy magányos vagy, az nem azonos, amikor valaki egy társaságban vagy, vagy te valakivel vagy, vagy barátaiddal vagy, vagy egy közösségben is egy kicsit leülsz és lecsendesedsz, hogy mit hallottál, vagy elgondolkozol valamin, mert az kell, mert az az idő építi a te tudatodat. Építi. Mert akkor senki nem befolyásol, mert csak te vagy. Ez lehet pár perctől több óra is. Nekem például szükségem van a több órára. És szerintem mindenkinek lenne szüksége több órára. De nem engedi meg az élet, mert annyi élethelyzet, életszemetet tol be, hogy egyszerűen a szinte stressz szintig tolja, hogy na, ezzel nem foglalkozol, hogy egy tovább, meg nézem, meg mit mond a gyerekem, meg mit mond a főnököm, mit mond a, mit tudom én, milyen a vállalkozásom, mi lesz ma az előadások, mi a véleménye. Már megteremtem azt, hogy mit fognak szólni majd, ha ezt én elmondom. Mert meg se kell szólalni, akkor semmit nem szólalnak. Hát ha így állsz hozzá, hogy az alapkövetelményem nekem, hogy mit fognak szólni, megteremtem önmagam felé azt, hogy ne, ott arra bátorítok mindenkit, hogy gyere ki, szólalj meg. Mondd el, beszéljünk, csináld. Mert ha valaki, én pontosan tudom, hogy mit jelent, amikor megszólal meg melletted valaki, aki még életében nem beszélt, és látom rajta, hogy felszabadul. És ha X idős, és ő még soha nem volt abban a helyzetben, hogy meghallgassák őt, vagy megszólalhat, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy biztos, hogy jó helye volt? És biztos, hogy most rossz helyre kerültél, ahol már ilyen lehetőséged van? Megkérték, hogy változtasd meg az egyéniségedet? Nem. Mondd el, amit szeret. És közben beszél, mondja, és fölépíti önmagát. Ma ettől irtózik a mai társadalom. Irtózik, hogy te egyéniség legyél. Irtózik, nem. Egy sablon legyen, egy uniform, egyforma legyen. Nem véletlenül egyformában öltöztetik, nem véletlenül most meg kell szűnni, hogy te akárki is lehetsz, te már, te alap már, szoknyát is vehetsz fel, te meg majd mit tudom én, mi. Érted? De nem ez a cél. Szűnjön meg. De akik kitalálják, azt hiszed, hogy már nem érintettek ebbe? Hát ő is meg van zavarodva. Hát már ez is kettős. Nem is veszük észre, olyan szépen beviszik a napi életedbe, beviszik az életviteledbe, és azt se veszed észre, a végén látod, már meg is szokod. És a végén még, hát el is lehet ezt fogadni. És eljutunk oda, ahol a tizenévesek azt mondják, hogy nem is rossz a Matrix. Persze, hogy nem. Hát mit számít, hogy most melletted, hogy olyan van, mint te, vagy nem olyan van, vagy te is olyan leszel. És végén olyan gondolkodásúvá akarják az embert tenni, hogy egyetlen egyen biztos, hogy el fogsz felejteni. Igazából, hogy te ki vagy. Mert ez tuti nem kell. Mert ha te ezt megtudod, akkor nem vagy befolyásolható. Picit mindig fog befolyásolni, mindig kapjuk azt a bizonyos dolgot, de hát erre van a tudat jobb oldala. Erre van az intuíció. Miért mostanában hallom, tényleg több előadónál hallom, hogy az intuíciót aztán ma is hallottam, múltkor is hallgattam, tehát ez egyre jobb örömmel hallom, hogy ezt egyre többen mondják, és ez nem véletlen. Hiszen egy előadást intuitívan hallgatni teljesen más, mint közösen nézni, vagy csak személyesen ott lenni. Az intuitívan azt jelenti, hogy nem csak hallod, hanem be is épül neked. Mert az a egyik legfontosabb üzenete, hogy be kell építeni. De hogy építed be, ha nem is érdekel? Hogy építed be, ha nem gondolkozol el semmi? Hát hány ilyet láttam? Én már annyi tanfolyamot láttam, hogy nem igaz. És annyi tanfolyamot hirdetnek, de szeretném látni az eredményt.
Azt is szeretném látni. Az eredmény. Nem, hogy egy hülye nézem, hogy... Jó vagy. Mi? Jó vagy. Ha minden jó, úgy jól van. Nem ezt mondom. Minden úgy jó, hogy van. Ha most hülye vagy. Hát úgy jó, hogy van. Érted? Tehát, és nem a tanfolyamokkal van a baj. Hanem az, hol van annak a visszaigazolása. És amikor elmész akármilyen tanfolyamra, képzésre, előadásra, miért nem kéred magadtól vissza az eredményt? Miért nem hadsz oda, hogy több lettél-e utána, mint amivel bementél? Kaptál-e valamit, vagy ugyanott voltál? Mert ha ugyanott voltál, akkor tedd fel a következő kérdés. Részese vagy annak, hogy nem változtál, vagy nem volt a helyen semmi, amit tudtál volna? Tehát nem biztos, hogy te vagy a hibás, lehet, hogy a hely. De nem biztos, hogy a hely hibás, lehet, hogy te, mert nem érdektelen vagy. Nem lehet ma úgy senkit hallgatni, hogy te nem teszed bele azt a figyelmedet. És a leges-leges legfontosabb talán a figyelem mellett, hogy mindig úgy vagyok vele, hogy én elfogadok dolgokat, de hozzá akarom tenni azt, amit én vagyok, ami ebből nekem szól. Én nem akarok senkit megváltoztatni, én nem akarok senkit vallásokba belekötni, én nem akarok senkit életfelfogásba, én nem akarok életvitelbe befolyásolni. Én azt látom, hogy az emberek jelentős része a saját életvitelét megváltoztattak magának. Miért? Mert azt mondta valaki, hogy azt nem szabad csinálni. Az a valaki már rég nem él. Hogyha valaki úgy néz ki, hogy oly. Tudjátok? Mindig minden dolgot az hitelesít, amikor mondja, ahogy az beszél és ahogy az kinéz. Láttam én már 120 kilósat, aki elmagyarázta, hogy hogy kell fitnek lenni. Igaz, hogy videó, csak ugye én is rögtök mutattam, hogy gyerekek, hát ez egy hogy ezt tedd, azt tedd, és akkor így csináld, úgy, és még így kell. De miért nem csináltad meg előtte, mert legalább nem egy zsírdisznó nézne rám. Érted? Nem az a baj, hogy ő zsírdisznó. De hiteltelen. Ma hány hiteltelen dolog fut? Mitől gondolod, hogy amit az életedbe bombáznak, akár reklámokban, ajánlatokban, akár hírekben, az hiteles? Ha minden úgy lenne, ahogy valamelyik híre ráállsz, és azt mondod, na most ez van, akkor ennek a háborúnak már le kellett volna zajlani. Mert egyik nap az, hogy ez van elő, másik meg az van elő. De ezt mikor hallod 2 éve, akkor azt mondom, hogy itt senki se elő, se hátul, ez egy rohadt nagy üzlet. Egyetlen egy vesztese van, az maga az a szerencsétlen lakosság. Meg akit felhasználnak rá. Ez egy iszonyatosan nagy üzlet. De ilyen üzletbe nem szabad bekapcsolódni. De ha megnéznéd, és csak hallgatnám azt, akkor és nem tenném be magamba, hogy ez nem, hanem csak úgy simán rácsapnék úgy, mint az emberek elég jelentős része, egy híreket úgy fogad el, hogy hú, az. És akkor hány olyan embert mutattak be nekünk, aki ma úgy rácsaptak, és azt hiszik, hogy vagy új nagy megmondó ember. Tudjátok, vannak ilyenek, hogy váratlan bedobnak a térbe egy arcot, nagyon-nagyon nagy király, nagy vagyok, követtük, nagyon, és végig se gondolja, hogy a mai világban mi a hiteles és mi a terelés. Ezt föl kéne fogni, hogy mi lehet a terelés. Miről terelik el a figyelme? És mi a hiteles? Hát az egész életedet így kéne élni. Nem érzitek néha ezt, hogy csak a hír evés van? Csak hallottam, igen, na ez új, megnézem, mik az új hírek. Már amikor hozzáállsz, már az van, az újakat. Ezt már olvastam. Fogyasztóvá akarnak mindenbe tenni az életed, minden pillanat a fogyasztóvá, fogadd, és már ilyen vagy, és már új, ezt még nem láttam, na ez még. És a hitelessége? Baromi kevés idő van, sokszor beszéljük, és most már többen is ugyanezt próbálják elmondani. Nagyon kevés idő van azért, mert nagyon-nagyon nagy átrendeződések lesznek.
De mindig az a véleményem, és azt határozottan mondom, hogy nem rossz irányba. Tehát ezek a hátrendezők, ezek nem félelemből erednek, meg nem rossz irányból erednek, hanem lezárnak egy olyan időszakot, amit ha ez még így menne, akkor ez egy bolondéria most már. És ezt szoktam azon gondolkodni, hogy vannak pozitív, mondjuk idegen fajok, amelyeket tudjuk, hogy nagyon magas szinten, meg bábáskodtak, benne van a genetikában is, hogy az ő helyzetükből ránézek erre a bolygóra, gondoljuk el, hogy mit látnak ezen. Mondod el. És ő mondjuk egy olyan csillagrendszerből, egy olyan helyről érkezik. De mindegy, hogy melyik, most nem menjünk a nevekbe. Ahol az van az eredeti állapot. És ide jön, mert genetikailag neki itt van ügye. És most is mondom határozottan, hogy nem avatkozhatnak be. Hiába eltetik az embereket, hogy ez meg ez a nemzet befogad, nem avatkozhat be. Ha beavatkozna, beavatkozna. Beavatkozna a legnegatívabb is. Hát mi csak azt gondoljuk, hogy a pozitív nem avatkozhat, a legnegatív sem avatkozhat be. Mert van egy folyamat. Ennek a folyamatnak le kell zajlani. Akár tetszik, akár nem. Ez a sok negatív dolog, ez nem másról szól, hogy az elkényelmesedő emberek mikor veszik észre, hogy itt a vége lesz. Be kell fejezni. Mikor veszik ezt észre? Mikor veszik észre azt, hogy szétválasztották őket? Mikor veszik észre, hogy nemzetállamot csináltak a bolygóból? Állatkert különböző trezorokon. Ez a bolygó mikor született úgy, hogy be voltak határokkal rajzolva? Faj megélhetési határ voltak, hogy ahol hidegebb, meg így igen. Egy ilyen ideológiai határok. Ezeket a határokat mind azok szülték, akik a szétválasztásnak a bábáskodásánál ott voltak az elején is. És amikor azt mondjuk, hogy meg kell szüntetni a határokat, és elsősorban itt, ahol mi élünk Kárpát-medencében, akkor arról beszélünk, hogy innen kell visszaállítani az eredetit. Az eredetit azért, mert ez nem is ennek született. És amikor ezt mondod, akkor nem gondolkodik-e, de hogy békülök meg én a mitom én, mert annak a gyűlölet effektusait nem te teremtetted, meg nem ő, hanem gondos kezek, azt odahozták. Ez a rossz üzenet, hogy baromi kevés idő van, és ezt végre kell hajtani. És minden rajta már. Minden. Én is mondhatnám azt, hogy jó, befejezem, nem kell többet tartani, se szombat, hogy semmi, elég volt. Ezzel mit kerülgetek én itt mindenkit, meg mit, amit most elpakoljak, most kipakoljak, most ezt csináljam, most azt csináljam. Mint ahogy nagyon sok bíráló ezt úgy mondja is. Hát csinálj meg egyet. Csinálj meg egy pár hónapot, pakolgasd a kecóba egy picit, csináld meg. És akkor még nem beszéltünk, hogy érted van-e miért oda menni. Hát ha nem megy oda senki elolni, de érted van-e. Vagy-e olyan, hogy akivel jó találkozni. Vagy csak azért megyek oda, hogy te jobban nem szólalsz meg, de hát te adtad helyet, oda menjünk. És nem azért, hogy magasztalod magad, de ahhoz, hogy egy helyet úgy tudsz csinálni, vagy egy feladatot úgy tud csinálni, ahhoz neked is olyannak kell lenni, hogy szeresd azt csinálni. El tudod azt mondani, hogy amit ma csinálsz, azt szereted? Mert akkor marom a jó. Akkor baromi jó, hogy szereted. El tudod mondani, hogy nálad tök mindegy, hogy hétfőn van, vagy vasárnap? Este van, vagy reggel, vagy éjjel van, vagy kora délután? Mert minden napszaknak megvan a maga érdekessége. Én azt tudom mondani, hogy onnan tudom, hogy hány óra van, mert ránézek, hogy jó, ez még, ez is. De igazából így pörög minden. Az én fejemben ugyanúgy benn van, hogy mi volt itt szilveszterkor, pedig már lassan újra abban az irányba tolódik. És elment itt 4 év, és emlékszem minden részére. És tudjátok, mivel jövök rá, hogy szeretem csinálni, hogy földobja így a képeket, és ránézek egy képre, és jó érzés ránézni. És minden egyes ember, akit látok a képen, hiányzik. Nincs az, hogy ezt a férget nem látom, vaj, végre már pusztulna már el. Mert te vonzottad be. Hát ha bevonzod, akkor az jött be, amit te képviselsz. Ha olyanok bejöttek, akik jobb, ha nem, az azt jelenti, hogy ő nem találta meg azt az életteret, tehát kitolódott. Tehát nagyon fontos része,
hogy olyan legyen az életed, amit te is magad élvezel. Ha csak kényszer van, és itt azt látom, hogy nagyon sok embernél kényszer életpálya van, megélhetés van, hogy hogy fizeted a rezsit, és én is tudom, hogy erről szól, és nem hagyja a mai rendszer, a mai működés, hát nyilvánvaló, a Mártis nem azt akarja, hogy te élvezd az életed, hanem az, hogy szolgáld az életed. Miért kell azt mondani, hogy a teremtőt szolgálni kell? Szerinted rászorul? Ilyen hülyeséget hallok, hogy szolgálom a teremtőt, szolgálom Isten. Miért? Nem tudja magát fenntartani, vagy mi? Gondold el, és megmondanám neki, hogy rajzold már, hogy körülbelül vázold nekem, hogy szerinted Isten hogy néz ki. Egy aggastelen, egy nyomorultem valaki, vagy mit tudom én. Ja, hogy most egy öreg embernek ábrázolják néhány falon. Az itt dolog. Mondod el, hogy te miért mondod azt, hogy szolgáld? És akkor döbben rá, hogy hát várjál, miért kell őt szolgálnom? És ha picit elgondolkozik, mert olyanok mondták neki, olyan körök, ahol azt mondták, hogy szolgálnod kell. Nézzétek meg, a vallás minden egyes része a szolgáltat. Kiszolgált. Szolgált, kiszolgált. És kiszolgáltatott is lett. És utána jönnek a parancsolatokban, meg a különböző elvonások, meg majd lesz a büntetésed, meg aztán pokol, meg minden van, meg mehetsz a mennyekbe, ahol akarsz. Mikor kérdezi meg az, akinek azt mondják, hogy szolgáld az Isten, kérdezd már meg egyszer, aki neked ezt javasolja, hogy te Isten hogy néz ki? Miért kell szolgálnod? Nem szolgálnod kell. Nem várja. Megteremtett téged. A legnagyobb dolog az, és amikor te azt mondod, hogy képmása, azért nem mindenki csak úgy a képmása, mert azért ahhoz, hogy te képmása maradjál, azért tenned is kell. A végén a torzója vagy, akárhogy nézzük, akkor már nem is a szolgáló, hanem már elviselhetetlen vagy. Akkor is azt mondod, hogy a szolgája vagy? Amikor az egész környezeted elviselhetetlen, amikor háborútól meg tönkreteszed a faj, akkor is szolgálja az Isten? Az is szolgálja a teremtő? Ezt könnyű mondani. De miért nem kérdezi meg egyszer valaki egy olyan helyen, ahol ilyeneket tanítani, hogy neked szolgálnod kell az Isten. Kérd csak azt a kérdést, Isten hogy néz ki? És akkor kapsz majd hókusz-pókusz választ. Miért van az, hogy az összes templom rogyásig arannyal van festve minden? Mert Isten aranyba ül, vagy mi? Vagy így vonzóbb neked? Hát az az egódnak kell. Az az elmének van gyártva. Hú, a gazdagság van, akkor ez ahol vagyok, ez egy jó módú Isten. Hogy lehet, hogy a mi ősi naptemplomainkban üres volt a fal? A nappallásunkban nem szolgáltál senkit, csak megszólítottad. De hát az ma nem van. Én azt is látom, hogy egy nagyon nagy hiba volt, hogy ennek a területnek, és nem csak a magyarnak, hanem itt a területen élőknek régen a napvallása, az közvetlen forrással való kapcsolata, az mindennapos és természetes volt. És helyette teleszorták mindenféle templomnak nevezett intézményekkel. Tehát mindegy, hogy most melyikről beszélsz. És hagyta a területen élő, hogy elvegyék azt, ami neki az igazi kapcsolata volt. Különböző cicomákkal, meg ideológiákkal, meg képekkel, meg mindenfélével. Miért van az, hogy az ősi templomokban nem volt semmi? Mert tudtad, hogy minden az. Nem azért mentél be. Mert tudtad, hogy miért kell tele legyen fest, hisz neked is tele van mindened. Hisz te ugyanaz vagy, mint ő. Ha képása vagy, akkor miért van az, hogy bemész egy ilyen cicomás valamilyen ilyen katedrálisba, vagy mondjuk bazilikába, vagy tök mindegy, hogy is zsinagó, vagy mecset, hú, tele van mindennel festve, és hazamész, és akkor mész a... Hát te ugyanaz vagy, meg a szolgáltat, lehet is látni, hogy akit szolgálsz, az jól él. De te, aki kiszolgál neked, hogyan? Fölmerül ez abba? Tiszteletbe fogom tartani, mert mindenhol járok, ott vannak különböző irányzatok. Én tőle nyugodtan csúszhat, mászhat, levehet, cipőt, zoktit, mindent levehet, engem nem zavar. Magamba teszem fel a kérdést, hogy ez miért jó?
Ezt vajon ki kéri? Én tudom, de ezt a kérdést mindig fölteszem, főleg olyan országúba megyek, ahol ezt látom. Hogy miért vered a fejed állandóan így, hogy miért csúszómászol, és akkor mindenhol az van, hogy te szolgálnod kell. Kérdezd már meg, hogy attól, aki mondja, szerinted a teremtő hogy néz ki? Ha már azt megidealizáltak, hogy ki szolgálatot kér, az hogy néz ki? De olyan jellegű, hogy csak akkor lesz szóba vele azzal, aki ha úgy szolgálja? Hát nem gondolom. Akkor hogy van egy égben, még az arcát sem látod? Még a nevét sem tudhatod. Akkor most igazából kit szolgálunk? A mi ősi hitünkben, ebben a napvallásban, ha már hitnek hívott, vagy meg vallásnak, én azt mondom, ősi kapcsolatban, ott egyetlen egy volt a forrása való kapcsolat. És nem voltak hozzá semmi ilyen itinerek, hogy így kell legyen, meg ekkor menjél, meg ekkor böjtőjél, meg ezt ne egyél, ezt ne így áll, meg ezt tedd, meg ezt. Tudtad! Azt tedd, amiben jól érzed magad. Nekem nem mondja valaki, abban érzi jól magát, hogy elzárja magát 40 napra, meg x napra, meg... Hát ez így lenne, akkor nem lenne minden ilyen után dőzsi habzsi. Amikor vége van, akkor vagy a mulatság. Hát kurva nagy tisztelet volt akkor abban. De van egy szokásrend. Mert érdekes, mikor vége van egynek, akkor tök mindegy, te melyik területre mész el. Mindenhol dinomámon van. És azon az x-edik napodán, akkor mi van? Úgy szarunk rá, hogy van. Akkor már elfelejtettük. Na itt bejött a félelem, ebben a pillanatban. Mert ha ezt te nem tartod, akkor majd az megbüntet. Akkor most kérdezem, miben hittél? Mi lett a vége? Mi volt az elvárásod? Vagy mire gondoltál? És mitől féltél? Ettől? Ki mondta azt, hogy ha ezt nem tartod, akkor az annak a... abban az irányban mindig teremtőt mondanak, vagy valami Istent mondanak, hogy az valóban megtörténik-e. Ilyen, te angyaloktól kezdve mindenbe, de ezt a pontot nem tudod meglépni, hogyha neked mindig valakivel be tudják azonosítani, hogy te abban higgy, és ehhez neked raknak hozzá különböző ideákat, különböző megfelelést, és azt, ha nem tartod be, nem gondolod, nem tudod. Ezért nagyon nem jó, hogy az embereknek nincs visszaadva, még csak visszaadni is kevés lenne, hogy nem mondják el, hogy azok, akik már eltávoztak ebből a körből, tehát valódi kontakt élményeket nem tudnak teljesen még megélni. Mert meggyőződésem, hogy akkor minden egyes vallásból, ha már távozott valaki, és elmondaná, engednék bejutni a Matrixon az energiát, ami közli azzal a szerencsétlennel, hogy figyelj, így vezettek meg, ahogy kell, akkor itt nagyon nagy érdekesség lenne. Nagyon-nagyon kár, hogy ezt nem lehet meghallani. Mert miért csak azt a részt hallod, amíg élsz? Miért nem hallod azt, aki nem ért? Azt, hogy szellemidézés, meg mit tudom én, megutaztatnak, értem. Változtat az életeden egy utaztatás? Meg fog változni az életed, hogy látod az előző életed, vagy a jövőben itt? Hát a mostani családod nem úgy annak értelme van. Megváltoztatja ilyen életedet, ha tudod, mi volt az előzőben? És aki elutaztatja, meg elvisz oda, az tud neked segíteni, hogy az jelenlegi életed ne legyen olyan eléggé romos? Ha hozzátett neked még egy kis előző életed. És abban az előzetben bejön neked egy kis konfliktus valami entitással, amiben nem is hallasz, mert azt a Máté szépen lezárta, mert ugye minden előző élete is élmény törölt. És nem a teremtő törli ezt hülyeség, a Máté törli. A teremtő nem azért teremtett meg, hanem azért tapasztal, és a tapasztalatokat nem törli, hogy majd újra kezded, hanem arra ráépíti, hogy akkor viszont még ezt csináld egy ideig, és akkor ez, meg ez, meg ez. Ezért tudják elhitetni az emberekkel, hogy 3D-ből megyünk a 10D-be. És a 3D-be? Tökéletes vagy? Nem volt betegséged? Nem volt semmi hiba? Ha nem volt semmi hiba,
akkor miért akarsz tovább menni? Nem élvezed? Hát szeretsz egy foglalkozást, szereted azt a tevékenységet, akkor azt fogod mondani, hogy hadd menjek már tovább. Hát ha szereted és kiteljesedsz benne. Értitek, amiről szeretnék rávezetni mindenkit? Ha ki tudsz teljesedni, most a 3D-ben valami tevékenységben, valami te vagy, akár az emberekkel való kapcsolatban, akár a te dolgoddal kapcsolatban, akár közösségi kapcsolatban, akkor te neked az a válaszod, hogy mehetsz csak a 10D-ben, meg az 5D-ben, meg a 8D-ben, meg a aranykorban, meg mindenhova. Örülsz, hogy ki vagy teljesedve. Tudod, mit szeretnél akkor? Rohadt hosszú ideig ezt. Vagy akkor elkezdett számolni, hogy annyira jól érzem, de most már lehetne vége. De miért? Annyi szembe mutat tükör megy végig, mert ez egy óriási nagy tükör olyankor, ha te jól érzed magad, akkor miért keresed, amiben nem? Ha kiteljesedsz, az látszik rajtad. Ha jól érzed magad, látszik rajtad. Ha szar dologban vagy benne, látszik rajtad. Ha szenvedsz benne, látszik rajtad. Nem tudod eltüntetni, mert látszik rajtad. Ha szereted az embereket, azt az emberek érzik. Ha csak megtűröd, mert neked az üzlet, azt is érzik. Ha utálod, azt meg roppant érti. Ha te ki tudsz teljesedni, akkor neked dimenziókat kell váltani. Minél tovább akarod húzni ezt a kiteljesedést. Pont ez a lényege, hogy teljesedj ki. És akkor, ha ezt te érted, akkor vagy azon az úton, amit a teremtő is benne van, hogy te nem csak megteremtődtél, hanem te teremtesz. Te teremtetted meg az életedet, az életedben olyan, amiben jó neked lenni, éled, élvezed, és miközben te bekapcsolsz ebbe másokat, ők azok is. Hát nem a teremtésnek ez a legnagyobb gyönyörű, amikor olyat csinálsz, amiben te is hozzád magad, meg másokat is beleviszel. Elmegyünk egy úton, nem az a legnagyobb, hogy mindenki élvezi? Vagy az a legnagyobb, hogy csak én? Többi az csak mi odízlet. El tudjátok képzelni, hogy a teremtő az csak azt akarja, hogy csak ő. Hát ez az igazi tükre a teremtőnek, hogy ő magát látja abban, amit ő is örömmel teremtett. Nem a teremtő hitványod, hanem az ember tér le az útról. És ebbe a vallások, az ideológiák, az izmusok, a politika mérhetetlen károkat tett, de ezeket nem ők találták ki, hanem a Mátixot, aki irányítja. És nem azok a családok, ezt mindig elmondom, meg azok a mit tudom én, ilyen pápák, meg nem, akinek fölül van. Az pedig ne közül lehet keresni. Hanem abban a csoportban az egyik tag, és ezt mondtam a múltkor is, de ezt nem nevezik meg. Teremts olyat, amiben te élvezed az életed. Irányítsd te az életed. Ne irányítod, legyen irányítsd. Mindenben meg lehet teremteni. Van ennél nagyobb kihívás? Nincs. Ez a legszebb. Élvezd az életed. És akkor van az, hogy hát ezt érdemes élni. És akkor nem várod a halált, meg minden. Én ezért is mindig úgy szoktam meg az egyiptomi kulturális gondolni, főleg erre az új egyiptomi illatát, mondjuk az 5000 éves egyiptomra, hogy úgy vannak a fárok, már úgy, hogy már készül a halálra. Amikor készülsz az életre? Hát miért az életre készülsz? Már mindjárt magamnak templomot építek? Érzitek, hogy mennyire meg volt már vezetve? Hát rohadtul vezetett társadalom volt. Az igazi egyiptomba, arról meg nem is hallasz, mert azt nem láttad. Arról csuti, nem is dolgod benne. Fárókkal dicsekszünk, meg fárókat mutogatunk, meg mumiákat. Nem a mumia érdekel engem. Akkor mutatja egy olyan valakinek, aki azt mondja, hogy sose halsz meg, a szellem és a lélek örökké él, akkor gyönyörködsz a testbe. Csak kérdés, hogy az a fáraó abban halt meg, hogy kiteljesedett, vagy abból, hogy megölték. 90%-at eltették lábbal. Most hogy is van ez? És az ott van modifikálva. Ha megkérdeznéd majd, és fogod látni azt a pillanatot, mert szerintem az igazság pillanata nagyon hamar itt lesz, és akkor rá lehet kérdezni azokra, hogy ez a korba, ez, és döbbenetes lesz az. Az egy gyors talpaló lesz. De ha itt visszakom kapcsolva, és te az intuitív gondolkodásnak része vagy, akkor te nagyon gyorsan betöltöd ezeket a dolgokat. És akkor kiegyenlítik a két agyféltekkel, és akkor a tudat alatt egy jobbját visszakapcsolják, és a bal meg érzékeli, amiben élsz. Pillanatot föltöltöd az egészet.
És akkor rá tudsz kérdezni mindenre. Akkor nem elvágysz innen, hanem élvezed. Nem azon gondolkodok, hogy milyen lehet, mit tudom én, egy tizedik dimenziós létben. Hát ha ezt így éled, azt nem is éled. Honnan tudod, hogy nem éltél tizedik dimenzióban? Honnan tudod, hogy nem fogsz újra élni 3D-ben? Egy részét kérheted, a másik egy tervezés. Nagyon érdekes dolog, hogy teremtőben is hány van. Ennek az univerzumnak van egy teremtője. De még hány univerzum van? Egyszer én ezen elgondolkodtam, hogy mi van, amikor a teremtők ülnek le. Mert ez mérhetetlen a végtelen. Amikor a teremtés végtelensége leül, és már nem is tudod fölfogni, és akkor leülnek. Miért ne lehetne egyet elképzelni? Te teremtetted ezt a síkot, te azt a síkot, te azt a síkot, és megbeszélik. Ez már szinte felfoghatatlan, de amikor ebbe belemész, akkor rájössz, hogy a végtelennek kommunikálsz. A végtelennek. Mi van, amikor a teremtők is megbeszélik? Egyszerűen azt mondtam, hogy a teremtésben is biztos vannak javítandó dolgok, hogy miért kell a szenvedést például ez a bolygón ennyi ideig hagyni. Hát ez értem, hogy az emberi faj teljesen putyi-mutyire, teljesen kiszolgáltatottá tette magát, hagyta magát ebbe a dologba, de valahol ezt meg gátot kéne vetni. És nem vagyok biztos, hogy mindig az a jó módszer, hogy majd öntudatára ébred egy pár ember, csoport, vagy eljön majd egy-két nagy tanítója, vagy nagy entitás, és majd segít neki. Nem biztos, hogy az a legjobb módszer, mert lehet, hogy ennek nem is kéne engedni teret. Mert hogy ez van egy szinten biztos, hogy nem fejlődés. Egy szinten óriási nagy fájdalom, és egy óriási sérülés. És a sérülésre hol lesz a válasz? Az, hogy meghalsz? Vagy újra kezdesz? Tehát én azt látom, hogy azért a teremtési körben is vannak dolgok, de ez valaki megsértődött, hogy bírálhatod a teremtőt? Miért nem tehetsz fő kérdést felé? Miért azt nem lehet? Ne zárd magad ki ennyire, hogy te nem lehetsz kérdező. Te nem tiszteletlen vagy, te kérdezel. És nem arra kérdezel, ami jó és elégedetlen vagy, hanem fölismersz egy folyamatot, hogy szenvedés, fájdalom, és hogy ez miért kell legyen? És miért kell hagyni? Mert értem, hogy az elesésnek is van egy tanítása, hogy vigyázzál. De amikor ez évezredeken keresztül megy, és ennek kilátása sincs annak, hogy meg akarja változtatni, aki ezt csinálja, hanem majd be kell jönni a külső térből egy változó erő, 25-be, hogy letaszítsa ezt az egészet. Akkor meg kell kérdezni a teremtést, de a teremtői vonalat is, hogy nem kéne ezen változtatni. És nem vagy tiszteletlen, hanem kezd el nagyon-nagyon gondolkodni. Olyanon is, ami már nem is a te tered. De hidd el nekem, hogy az a kör, tehát a teremtői fölfele pontosan tudja, hogy jó teremtménye vagy. Mert nem a rosszat reklamálod, hogy majd maradjon, hanem azt reklamálod, hogy ne legyen. És akkor te nem hibázod. Most az az ember, aki azt kifogásolja, hogy ez nem szabad, az megkérdezem, hogy de miért? Mi a baj azzal, hogy nem akarok szenvedni? Én ezt szerettem volna elmondani. Érthető volt. Tudom, hogy késő is van, tudom, hogy sok dolog van, amit ezenek át kell gondolni, de akkor is csak az az egyetlen üzenet, hogy mindig mindent magunkon kell kezdeni. Nem okoskodni kell, hogy magunkon kell elkezdeni. Akkor magunkon ezt meglépjük, abban a pillanatban megértjük, hogy át is adjuk, hogy ő is kezdje meg. Én ezt nem látom, hogy ma a világot úgy irányítják, hogy ebbe az irányba akarják motiválni az emberek. Nyugodj bele, minden úgy jó, ahogy van, és majd megoldjuk helyette. Nem. Te döntsd el az életedet. Mindig neked kell abba a szerepben, hogy te döntesz. Csak te döntesz. Ha ezt átadod, akkor életbe lép
így reményfény. Ha ezt nem adod át, akkor rá számodra ez nem opció. Tehát ha kezedbe veszed az életedet, akkor is lesz kihívás, akkor sem úgy, hogy mindent itt tolnak be. Ez az intuitív ember nem a félelemről ismert, hanem a figyelméről. Akkor beteljesíted azt, ami igazából a te küldetésed. Köszönöm.